Ukrajna felkészült az újabb orosz offenzívákra, de helytelen lenne ezek lehetőségéről előre tájékoztatni a lakosságot, mivel az ellenségnek több forgatókönyve van, és az utolsó pillanatban hozza meg a döntéseit, közölte Hanna Magyar, helyettes védelmi miniszter egy televíziós műsorban. A végrehajtók egy nappal korábban még nem tudják hogyan, hol és milyen döntés fog születni, amit majd végre kell hajtani, mutatott rá. Elmondása szerint az ellenség a front dinamikájának megfelelően tájékozódik és veszi számba az erőforrásokat. Mi mindig nyíltan elmondjuk, hogy Fehér Oroszország területén éppen milyen személyi és felszerelés mozgást látunk. Ott 2022. februárja óta folyamatosan kiképzést szimulálnak, de valójában tudjuk, hogy ez készenléti állapot, tette hozzá. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy az oroszok folyamatosan háborús célokra használják Fehér Oroszország területét. Használhatja-e Oroszország Fehér Oroszországot akár intenzívebben is? Nos, Oroszország bármit bevethet ebben a háborúban, ezért mindenkinek készen kell állnia az események bármiféle alakulására. Ugyanakkor meg kell értenünk, hogy vannak információink, és az államunk a lehető legjobban felkészült, összegezte Hanna Magyar.